Mikor is hogyan kezdődött nálad a korcsolya sport szeretete? Hát ezt 1988-ban kezdtem ezt a csodálatos sportot. Hát a műkocsia részét egészen pontosan, mert előtte már egy évet korcsolyáztam csak úgy hobbiból, és ez úgy jött, hogy én ilyen sportagozatos általános iskolába jártam, és ott mondták ugye a tél folyamán, hogy Egyénileg be lehet nevezni egy ilyen, ilyen gyorskocsi a versenyre, egészen pontosan egy ilyen városi gyorskocsi a versenyre, és, ö, és ö, akkor úgy voltunk otthon ezzel a kérdéssel, hogy, hogy igen, ezt, ezt úgy szívesen kipróbálnám, és öt alkalom után sikerült ö, részt venni ezen a városi gyorskocsi a versenyen, ahol ö, második helyezést értem el, és ö, Gyakorlatilag ez adott egy ilyen lökést ennek a, ennek a, ennek a sportnak, vagyis hát ennek, a, ennek az egész közegnek a, a szeretetéhez, és ö, rá egy évre, amikor volt ugye a 88-as téli olimpia, ennek a hatására indult el ez a, ez a karrier, és én ö, Debreceni vagyok, tehát ö, ö, ott ilyen nyitott pályán kezdődött el ez a, ez a, ez a karrier, és ö, hát azt kell tudni erről a Erről a, a, minden kezdet nehéz, ugye azt szokták mondani, és ez, ez velem is így volt, ugyanis a, az akkori edzőm, a Gáti Fruzsina, az gyakorlatilag ő már akkor aláírta a szerződését Svédországba, amikor én oda kerültem hozzá a kezei alá, és gyakorlatilag egy hónapot tudtunk együtt működni. Annyira gyorsan fejlődtem a legelején, hogy, hogy nem volt más kérdés, hogy nyitni kellett más irányba, mármint olyan szempontból, hogy kellett más edzés lehetőségeket is figyelembe venni, hogy, hogy, hogy tudjam továbbra is csinálni ezt a sportot, és akkor úgy jött, hogy, hogy Tiszaújvárosba kezdtünk el járni. Az is nyitott pálya volt még akkor, de ott volt edző, minden nap lehetett készülni. Az első versenyekről és a junior éveidről milyen emlékeket őrzöl? Az első versenyeim egyike, egészen pontosan az első versenyem az Tiszói volt, és ezt még Gáti Fruzsina irányítása alatt csináltuk, gyakorlatilag majdnem egy hónapon volt erre fölkészülni, szóval igazából sok eséllyel nem vágtam ennek a, a versenynek az eredményességét illetően, tehát sokat nem vártam ettől, Hát ez nem is jött be nyilván ö, ö, ilyen kevés készüléssel. A, a többiek ö, ö, ellen azért nehéz lett volna labdába rúgni, de mindenképpen jó volt, ö, mint tapasztalatszerzés, ugye, hogy, hogy elindultam, és ilyen, ilyen frissen megismerhettek engem, hogy én most kezdtem. Bizonyos ö, szinten már azért ilyen rövid idő alatt is ö, ö, sikerült ö, elérnem, és hát utolsó lettem az első versében, és ezt a mai napig gyakorlatilag emlegetem a gyerekeknek, hogy semmi baj, hogyha ha, ha előfordul az, hogy valaki az első versenyén nem éppen a dobogó legfelső fokára ö, ö, tud felállni, hanem el kell indulni ezen a dolgon, ezen, a, ezen az úton, aztán fejlődni kell, és, és majd így szépen építkezik föl ez a dolog. Hát a junior éveimet meg... Ö, ö, hát az... az az ilyen nagyon hullámvasút volt. Én inkább kicsit ilyen irányba fogalmaznám meg, mert, mert rengeteg siker is volt benne, nagyon sok versenyre jártunk külföldre, sok Junior Grand Prix versenyen vettünk részt, és, és, és nagyon vegyes eredmények is születtek. Volt, hogy, hogy nagyon jól ment, a kocsiázás nagyon, nagyon könnyedén tudtam menni az akadályokat, és volt úgy, hogy, hogy igen, meg kellett küzdeni ezekért a dolgokért, sérülés is volt benne elég sok ideig, ez is nyilván hátrát adta a felkészülést, és nem volt annyira gördülékeny ez a, ez, a, ez a történet akkoriban. Aztán a felnőttek között viszont ugye a hazai bajnokságon két ezüst, két bronz, majd a 2000-es években ötször meg tudtad nyerni ugye a bajnokságot. Milyen volt akkoriban a hazai férfi mezőny? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy többen voltak, mint most. Tehát, hogy ilyen szempontból azért nagyobb kihívás volt egy, egy országos bajnoki címet megnyerni. Minden, minden, azért minden korszaknak megvolt az a párosa, akik között azért elég szoros eredményt ö, produkált a, a az OB, és ö, mindig is egy nagy kihívás volt azért, azért ö, 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 nyerni. Én, én azt sajnálom, hogy ezt az ötöt ezt nem zsinórba sikerült nyernem, mert volt egy, egy egyszerű ilyen ilyen ö, ö, megingásom vagy hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, szóval igazából ö, akkor előfordult az, hogy egy viszonylag jó rövid után egy egy ö, nem túl elégséges kült futottam, és ö, hát ez megpecsételte az akkori ö, bajnoki ö, 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 eredményt. A te korszakodban akkor ki volt az, akivel így, így vetélkedtetek uh -huh. a bajnoki címekért? Hát a legelején, amikor így nekem sikerült betörnöm, akkor a Szabolcs, a Vidor és Szabolcs volt az ellenfelem, és hát én, én, én óriási, én nagyon, nagyon nagyra tartottam őt, mert, mert az eredményei alapján is, meg egyébként egy, egy jó baráti viszony volt közöttünk, sokat jártunk össze, rendkívül rendkívül jó kapcsolatunk volt egymással. És uh, ahogy, ahogy uh, akkor azon a bizonyos uh, országos bajnokságon, amikor én, én megvertem őt, akkor uh, gyakorlatilag uh, sérült volt, tehát uh, sérült is volt, én én elég jó kortsásztam, és ennek köszönhettem azt, hogy, hogy, uh, hogy uh, bajnok lehettem. És uh, a legjobban egyébként azt sajnálom ebbe az egészbe, hogy, hogy ő utána nem, tehát nem, nem tudtuk összemérni a tudásunkat a későbbiekben, mert ő utána már abba hagyta ezt, ezt a gyönyörű sportot, és, és, és én meg ott maradtam a, a fiatal generációval, a, a zákány Berci volt akkoriban, gyakorlatilag az én pályafutásom végig ő, ő kísért el utána, aztán ugye jöttek a világversenyek sorra, két olimpia, öt világbajnokság, öt európa bajnokság. Mely versenyre vagy versenyekre emlékszel vissza a legszívesebben? Hát a legszívesebben vissza kell emlékeznem, mindenféleképpen az olimpia volt. Ott abból sikerült nekem kettőre is kijutnom. Legelőször 2002-ben a Salt Olimpián, Salt Lake City Olimpián nem is tudom, szerintem negyedik vagy ötödik tartalék lehettem így a sorban. Tehát nem, nem, gondoltam volna akkor azt, hogy, hogy én a Salt Lake City olimpiára ki tudnék jutni, és ott, ott meg tudnám mutatni magamat. De ez valahogy, valahogy ez, ez sikerült. Egyszer csak kaptam a, a akkori főtitkártól a telefonhívást, hogy mi lenne, hogyha én szerepelnék az olimpián. És először nem is akartam elhinni, azt hittem, hogy csak hülyeskedik, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó vicc, de hogy hol a kandikamera, vagy hol van itt a, a, a dolgokban. De hát ez bebizonyosult, hogy ez nem, nem így van, ez egy teljesen komoly kérdés volt, és hát nyilván hát mi lehetett volna más a válasz, mint hogy persze igen, csináljuk. És hát ez egy az, egy, az, egy, óriási érzés. Tehát azt hiszem, hogy egy sportolónak az életében, ha, ha, ki tud jutni olimpiára, akkor, akkor érzi igazán, hogy, hogy, hogy mennyire meg van becsülve, mint, mint, a társadalom egyik nagyon fontos alappillére a sport, és, és akkor érzi igazából magát egy sportoló úgy, hogy, hogy igen, ez, ez, ez fontos, amit, amit csinál az ember a, Torinói Olimpián 2006-ban ott, ott, már sikerült küldfutnom, és hát az, azért volt emlékezetes az a szezon, mert akkoriban azért, azért olyan hátfájdalmakkal küzdöttem, amik nagyon-nagyon amik hátráltatták, nem csak a versenyzést, hanem, hanem így a mindennapi életemet gyakorlatilag, nem csak a sportot, hanem, hanem mindent. És egy nagy küzdés volt azt, a, azt az egész szezont végigcsinálni, de, de hál' Istennek megérte, és, és, és sikerült kijutni, és ott sikerült jókorcsajázni. Igaz, hogy, hogy ö, ö, ott a rövidben a körbe, már kevésbé, de hát ö, az gyakorlatilag tükrözte ezt az egész szezont, hogy milyen, milyen ö, körülmények között ö, ö, tudtam készülni, tehát ezt, ezt be lehetett tudni annak már az nagy, mondom, az nagy eredmény volt, hogy ott sikerült kvalifikálnom, és, és ott, lehest, ott, lehettem. A világversenyek között pedig volt egy hazai, ugye a 2004-es Budapesti Európa-bajnokság. Korábban két junior világkupán már megtapasztaltad azt, hogy milyen hazai közönség előtt egy ilyen rangos nemzetközi versenyen jégre lépni, de azért a gyelbé mégis más. Hogy éltette meg ezt a 2004-es elvét? Hát, hogy mindig egy ilyen hazai rendezés azért jobban előtérbe hozza a sportolókat. Tehát nagyobb nyilvánosság elé kerülnek, több felkérés kell, hogy teljesítsenek előtte, nagyobb a rivalda fény, mint általában azért szokott lenni, és ezt azért tudni kell kezelni. Mindezek mellett, meg szintén volt egy sérülésem, ami, ami hátráltatott elég hosszú ideig, gyakorlatilag novembertől január elejéig én nem nagyon tudtam normálisan edzeni, tehát úgy száz százalékon dolgozni, ö, és ezt, ezt nagyon bánom, mert mert a szezon eleje az meg, az meg ö, rettentően jól indult, tehát hogy ö, ö, nagyon nagy potenciál volt bennem, hogy egy, egy hazai rendezésű n elég jó eredményt tudjak elérni, de hát közben jöttek ezek a dolgok, és, és nem volt könnyű, azt kell, hogy mondjam. Amit említette, hogy tudni kell kezelni ugye ezt a nagyobb felhajtást, a Rivalda fényt. Te hogy érzed, hogy tette rád plusz terhet ez, vagy neked sikerült, mennyire volt voltál ideges típusú versenyző? mennyire sikerült ezt ezt jól kezelned ott és akkor. hát én ö, ö, alapjába véve én egy izgulós idegesebb zárt személy vagyok, ö, tehát ez, ez egy, egy ilyen sportban azért ez nem nem annyira egyszerű ezt így ö, ö, meglépni vagy cselekedni ilyen ilyen, ilyen helyzetben, de de azért mégis mindig fölé tudtam kerekedni önmagamnak, legalábbis amikor, amikor arról van szó, hogy, hogy ezt hosszú-hosszú évekig csinálja az ember, és, 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 tudatában van annak is, hogy, hogy ő ilyen, amilyen, akkor, akkor mégiscsak megpróbálja kezelni azt, hogy, hogy egy ilyen téthelyzetben ne az legyen, hogy, hogy elnyom mindent a, az izgalom, és, és és nem tud kijönni az emberből az a, az a tudás, ami, ami valójában benne van. Tehát igen, izgulós típus voltam, ez, ez kétségtelen, de de valahogy mégiscsak tudtam kezelni ezt az állapotot. Inkább mindig azon állt, vagy bukott a dolog, hogy, hogy mennyire voltam felkészülve. És nem is igazából mentálisan, hanem, hanem fizikálisan. Tehát ha én úgy éreztem, hogy fizikálisan rendben vagyok, akkor, akkor nyilván ez mentálisan is ö, ö, tükröződött, mert ugye összhangban ez a kettő rendszer egymással. Minek a hatására hoztad meg azt a döntést, amikor eljutottál oda, hogy befejezed a versenyzői pályafutásodat? Ez a sérülések közre játszottak-e ebben a döntésben akkor? Uh -huh. Hát ö, azért ö, sikerült fölmérni magamat így, és belehelyezni a, a, a nemzetközi mezőnybe a, az ott eltöltött gyakorlatilag 5-6 év alatt. És hát itt a, az utolsó szezonomat már úgy csináltam, hogy ezt tudtam, hogy, hogy ez, lesz a, ez lesz az utolsó, és nem kívánok többet ö, ö, versenyezni meg így nemzetközileg részt venni ebbe a, ebbe a körforgásba, tehát nagyon, nagyon, jól tudtam, hogy, hogy, ez lesz az utolsó szezonom, és, és mindent ö, ö, ki akartam préselni magamból. Tehát ö, nem is volt egy percig sem kérdés az, hogy, ö, hogy én ezt folytatom, mert, mert elég volt, láttam, hogy körülöttem mi zajlik, mi az, ami felé megy ez a, ez a sportág, ö, ö, és, és, úgy éreztem, hogy, hogy teljesen ki, tehát kimaxoltam ezt az egészet mint fizikálisan, mint lelkileg magamból. volt és, és jó szívvel tudtam azt mondani, hogy elég volt, köszönöm szépen. Megtettem mindent ezért, eljutottam nagyon klassz helyekre, rengeteget versenyeztem, rengeteg embert megismertem, de, de ennyi volt, és, és teljesen pozitív vagyok, hogy, hogy, hogy ez így alakult, annak ellenére, hogy nem volt könnyű az út. De, de megérte, minden perce megérte. Mi történt azután? Hát inkább közben történt már ö, ö, bizonyos változás így, a, így a, az életünk, életemben, vagyis hát életünkben, mert ugye én 99 óta dolgozom a, a Kulcsár Zsófival, gyakorlatilag ö, a mai napig ö, ezt tesszük, bővült most ugye a csapat, nagyobb egyesületbe vagyunk, tehát a, a maga család lett nagyobb, de hát a Zsófit azt, azt gyakorlatilag gyerekkorom óta ismerem, és uh, 99 óta dolgozunk folyamatosan. És uh, hát a, a, abban az időben, ugye amikor még aktív voltam, és világversenyekre jártunk, a, a, addig már megvolt a, a saját klubunk, ami még most is, uh, most is van, működik, az a sport Egyesület, és... Uh, és hát elkezdtünk tevékenykedni azon, hogy az utánpótlást azt azon elkezdtünk dolgozni, és gyakorlatilag ez a 2000-es évek elejétől ez, 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 működött. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag sokkal könnyebb volt az átállás a sport után, mert, mert már meg volt folyamatban, volt egy, 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 egy másik, kvázi másik élet. Bár ti foglalkoztok alapból, ott voltatok az azóta most már mondhatjuk legendássá vált Team önszinkron szinkron csapat születésénél, és fontos szerepet játszottatok ebben. Hogyan is alakult ez így? Hú, hát ez egy elég kalandos történet. Nagyon sok helyen dolgoztunk mi a, mi a Zsófival, és többek között ugye Miskolcon is elkezdtünk dolgozni, és gyakorlatilag onnan jött ez az egész szinkronvonal. Ugyanis uh, akkor, amikor fölkértek minket arra, hogy, hogy, dolgozunk Miskolcon, akkor ez még csak és kizárólag ez egy szinkron a uh, egyesület volt, és hogy uh, fejlesszük őket uh, abban, hogy uh, műkocsás dolgokat is uh, tanítsunk nekik, és uh, hát ez, uh, ez utána volt, miután én abba hagytam, az 2007-ben uh, jött a megkeresés, hogy, uh, hogy uh, mi lenne, hogyha ha amellett, hogy mi ezt tanítjuk a gyerekeket kocsiázni műkocsiára egészen pontosan, úgy besegítenénk abba is, hogy, hogy egy csapatot hogy kell menedzselni, hogy hogy vannak itt a, a dolgok, mert ugye 2008-ban, ha jól emlékszem, akkor, akkor volt itthon egy hazai rendezésű szinkron a világbajnokság, és hát ö, innen jött ez az egész, hogy minket megkeresnek. Megkerestek. Hogyan alakult ott az az időszak? Egy ö, igen intenzív, ö, szűk egy év volt akkor, ugye, ami hátra volt a világbajnokságig. Ö, hogyan tudtátok azt a csapatot akkor úgy összekovácsolni, hogy azért aztán az egy ö, ö, olyan eredményt ért el, amire szerintem büszkék lehetünk ott azon a VB-n? Igen, hát ez egy nagyon közös összefogás kellett, hogy eredményezzen, mert, mert, nem volt egyszerű. Gyakorlatilag ugye nekünk nincsen semmiféle szinkron múltunk, tehát olyan, olyan érdemben ezt úgy nem is tudtuk elkezdeni ezt a munkát. Viszont, viszont a szövetség meg, megadott mindent, ami, ami ehhez szükséges. És kaptunk egy, egy két csodálatos koreográfiát az akkori csapatnak a, az edzőjétől, a, a kajszától, és és a, a, a szakmai segítséget azt viszont a, a mostani passion vezető edzője adta nekünk, a Gulyás Erika. Onnan bentről, mert akkor még ő bent állt a, a csapatba, de, de rendkívül jó szeme volt ahhoz, hogy, hogy nekünk tanácsokat uh, tudjon adni, még, még akkor is, ha ő, ő bent állt, és közben azokat az instrukciókat uh, követte, amiket mi adtunk neki. És hát uh, kellett a, 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 a mi nyitottságunk ahhoz, hogy ezt, uh, ugye ezt elfogadjuk, hogy ezek a dolgok, ezek így vannak, uh, segítségre szükségünk van. Uh, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég olajozottan működött, mert uh, mert elég, elég sikeres VB-t zártunk. Akkor így össze voltunk zárva gyakorlatilag, hát nem is tudom, talán, talán augusztustól, vagy júliustól, amikor így megkaptuk a, a, a programokat, egészen ugye áprilisig a, a világbajnokságig, az úgy nézett ki, hogy Miskolc volt a főhadiszállás, és gyakorlatilag oda lettek verbuválva a, a, a versenyzők, Székesfehérváról, Budapestről, és ugye értem, szerintem Miskolc alkotta ezt a tímpesont. Ezt a és ö, 8, 8 kemény hónapot tudtunk ö, így akkor közösen, közösen készülni. Hát nem volt egyszerű, de túl vagyunk rajta, és, és elég sikeres volt. Ahogy említetted, már tokai Kulcsár Zsófiával azóta is. Folyamatosan egy együtt dolgoztak az utánpótlás nevelésért. Annó ugye ő volt az egyik edződ, most pedig társedzőként működtök együtt. Milyen volt a közös munka akkor, amikor még a palánk két külön oldalán álltatok, és milyen most, hogy mindketten az azonos oldalon vagytok? Gyakorlatilag a, a, az irányvonal az, 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 az ugyanaz volt. Um, amikor, amikor elkezdtünk uh, közösen dolgozni, akkor uh, hát egy nagyon ambiciózus fiatal uh, uh, tudásra szomjazó uh, személyiség volt. Gyakorlatilag most is ez, ez nem változott azóta. És ez, ez, nagyon, nagyon megfogott benne, hogy, uh, hogy ő igenis kíváncsi volt ő, új dolgokra, újításokra, el akart menni tanulni, sok embert akart megismerni ezáltal, és, és hát ő, gyakorlatilag mondhatom azt, hogy mindenki egész pályafutásom alatt, ugye azokkal az edzőkkel, akikkel dolgoztam, mindenki részben hozzátett ahhoz a sikerhez, amit amit később elérhettem, de de Zsófi volt az, aki ezt úgy össze, összerakta és össze összefűzte ezt a ezt, a, ezt a dolgot. És ö, bozasztó hálás vagyok neki, hogy ö, és magam magamnak is egyben, hogy hogy ö, akkor akkor ezt a döntést ö, meghoztam, vagy meghoztuk közösen, hogy na jó, akkor próbáljuk ezt meg, hogy ez hogy működik és ö, és ö, Roppant összhangba tudtunk dolgozni gyakorlatilag az elejétől. És ami még nagyon fontos, hogy, hogy ő volt az a, a, a személy, aki aki ugye azzal, hogy ilyen mérhetetlen uh, tudásszomja van, uh, eljuttatott a Alexei Mishinhez még a 2000 2000-es év nyarán, igen, és az változtatta meg gyakorlatilag az egész pályafutásomat. Mind technikai, illetve művészi oldalról mit mondanál? Jó vagy rossz irányba változott az utóbbi időben? Mind a műkorcsolya, mind a férfi műkorcsolyázás, ugye az elképesztő technikai követelményekkel, ami most már, most már megkövetel a Hát azt hiszem, hogy mind a fiúknál és mind a lányoknál ez egy ilyen forradalom van most szerintem. Tehát egy ilyen, kvázi egy technikai forradalom működik most, ugyanis egyre, egyre több négy négyfordulatos jelenik meg, nem csak a fiúknál, most már ugye a lányoknál is, tehát ez most már követelmény szinte ahhoz, hogy, hogy valaki eredményes tudjon lenni. Nem sok ö, teret ad annak, hogy, ö, hogy valaki a, a kreativitását ki tudja fejezni. Tehát nagyon minimális kis ö, ö, rész van arra, hogy, hogy az ember azt csináljon, amit, amit, ö, amit ő úgy, úgy gondol. És ez, és ez szerintem ez óriási baj, hogy ö, hogy be vannak skatujáz, vagy gyakorlatilag ezek, a, ezek az elemek egy, 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 bizonyos időtartamra, és nem, nincs az, hogy a, kreativitás az, az, az előtérbe kerüljön. Két olyan egyesületben edzős kötsz, amelyek színeit annak idején te is képviselted. Milyen érzés most edzőként ott állni a vasas, illetve a jégcsillag? Versenyzői mellett hogyan folyik nálatok a munka, és hová szeretnétek eljutni a gyerekekkel? Hát mindenféleképpen a cél a csillagoség, tehát ez nem is lehet kérdés. Most még azt mondom, hogy az útnak az elején vagyunk. Tehát, hogy az utánpótlás kategóriákban dolgozunk jelen pillanatban. Tehát nincs most nagyobb versenyzőnk. Azt gondolom, hogy nagyon jó szakmai munka van, nagyon jó stáb állt föl. Közös, közösek a nevezők, tehát ami a legfontosabb, hogy, hogy, hogy mindenki tudja a dolgát, és mindenki egyet. Tehát ha, ha még vannak nézetbeli különbségek, mindenki egyetért abban, hogy hogy az irány az nem is lehet más, mint, mint, az, amit mi közösen megfogalmaztunk, hogy, hogy egyszer majd ott álljunk egy saját nevelésű korcsiázóval az olimpián, vagy egy, vagy egy nívósabb versenyen.